Virágcsokorral köszöntötte a dombovári székelykör elnökségének újonnan megválasztott női tagjait a város polgármester és a térség országgyűlési képviselője. Pintér Szilárd dombovár polgármestere a helyi székelykör 10 éves megalapítása alkalmából tartott ünnepi közgyűlés után azt mondta, büszke arra, hogy a városban egy ilyen erős közösség tud működni, és település vezetőként azon is dolgozik majd, hogy Dombováron megyei székely rendezvényt tudjanak tartani a jövőben. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pedig azt mondta, hogy Dombováron népes számú székely közösség él, aminek a tagjai az elmúlt 10 évben sokat tettek azért, hogy megismertessék a kultúrájukat a többi magyar népcsoport tagjaival. Azóta a székely kör bizonyította azt, hogy beilleszkedett ide a dombovári civil szervezetek közé, és több kezdeményezésnek is volt a mozgató rugója. Például adományokból székely kaput, majd kopjafát állítottak, kulturális programokat szerveztek és dalkört alapítottak, valamint szorosan összedolgoznak a bukovinai székelyek országos szövetségével is. Lehetőségek tárháza azért egész évben adott. Ugye itt van egy népdalkör, amely lehetőséget kaphat, hiszen vannak nekünk is olyan programjaink, amely kimondottan ezzel ennek tud segíteni, ebben tud segíteni, akár továbbképzés keretén belül, akár mind a fesztivál, akár a Bukovina Fesztivál például. A dombovári székelykör tagjai rendszeresen részt vesznek sporteseményeken is. Idén például már 6. alkalommal szerveznek tavasszal székely futballtornát.